Szépkorúakért a hegyvidéken eredményesen működik az egyéves közösségfejlesztési program. Szélkálmán tér, a tér közepén már a kiszolgáló épületeket alapozzák, nem sokára pedig a Várfok utcai üzletek építése is megkezdődhet. Párkereső projekt, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom a sikeres pártalálásért indít programokat. A budai híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Már látszanak az eredményei a Hegyvidéki Önkormányzat tavaly elindított Szépkorúakért a Hegyvidéken programjának, mondta Kovács Lajos alpolgármester. Az elmúlt egy évben létrehoztak egy információs pontot, megkezdték egy önkéntes segítői hálózat kiépítését, és számos közösségi programot szerveztek. Utóbbi, vagyis a közösségfejlesztési program eddigi eredményeit az Ugocsa utcai könyvtárban ismertették. Egy állandóan működő információs pont létrehozása, önkéntesekből álló hálózat kiépítése és a helyi közösségek erősítése. Ezek az alappillérei a 12. kerületi önkormányzat tavaly elindított Szépkorúakért a Hegyvidéken programjának. Az elmúlt hónapokban nem csak az információs pont kezdte meg működését, de az első önkéntesek oktatása is lezajlott, és most a közösségfejlesztést célzó Szolidáris Szomszédság alprogram első része is lezárult. A program eddigi eredményeit az Ugocsa utcai könyvtárban ismertették. Kovács Lajos alpolgármester kiemelte, a kezdeményezésnek köszönhetően az idősek jobban megismerhették egymás problémáit. Sok esetben sok jó szándékú, sőt, akár azonos érdeklődésű körű ember is él egy adott területen, de nem tudnak egymásról, nem ismerik egymást. Ez a program ebben nyújt segítséget. Tehát gyakorlatilag a feltételeket igyekszünk megteremteni, hogy ez az aktív időskor ezt létre tudjon jönni. A program első lépéseként a Közösségfejlesztők Egyesületének munkatársai interjúkat készítettek a Szépkorúakkal, hogy kiderüljön, milyen kérdések foglalkoztatják őket. Ezt követően szomszédsági találkozókon vitatták meg, hogy ki milyen problémával küzd, vagy éppen azt, hogy ki miben tud segíteni a társainak. Legkülönbözőbb problémák és igények merültek föl, és mi nem azt tettük, hogy ezeket összegyűjtöttük, és az önkormányzatnak odaadtuk, hogy tessék, itt vannak az intézményeid, oldjad meg ezeket a problémákat, hanem elkezdtünk együtt dolgozni ezekkel az aktivizálódott helyi idősekkel, és arra bátorítani őket, hogy például, ha van közöttük angol nyelvtanár, akkor indítson egy angol kezdő tanfolyamot a kortársainak. Az együttlét az nagyon fontos minden ember életében. Van, aki társasági klubot szervezett, és van, aki fotószakkört szeretne indítani. Szokoli Erzsébet, a programot koordináló Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ vezetője azt mondja, egyre több ötlettel keresik fel őket az idősek. Látszanak azok a tevékenységek, amelyek mentén újabb közösségek tudnak szerveződni. Tehát ebből adódóan azt mondom, hogy most van egy leltár, hogy meddig jutottunk el, és én bízom benne, hogy itt majd 15 év múlva is lehet leltározni, hiszen az idősek azok, és az emberi kapcsolatok is mindenkinek fontosak. Az Ugocsa utcai könyvtárban megrendezett programzárón Iván László az idősödés kockázatairól tartott előadást. Dr. Fodor Péter, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója pedig a könyvet házhoz program eredményeit összegezte. Olyan időseket tudunk megkeresni, fölkeresni ezáltal, akik mozgásukban korlátozottak, vagy éppen nem tudják elhagyni a lakást, de igénylik az, hogy könyvet olvassanak, vagy DVD-t nézzenek. A rendezvényen azokat is köszöntötték, akik jelentős segítséget nyújtanak a kerület idős lakóinak gondozásában. Februárban 3,4%-kal nőttek az átlagkeresetek az egy évvel korábbihoz képest a legalább 5 embert foglalkoztató vállalkozásoknál és költségvetési intézményeknél, valamint a non-profit szférában, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A közfoglalkoztatottak nélkül számolt átlagkereset 2,6%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakinál, a versenyszférában 3,3%, a költségvetési szerveknél 0,7%-kal nőtt. A vállalkozások 3,6%-kal több foglalkoztatottat alkalmaztak, mint tavaly februárban.
Többen keresnek és kínálnak állást az interneten. 45%-kal több önéletrajzot töltöttek fel az egyik online álláskereső portál adatbázisába az idei első negyed évben, mint tavaly, és 20%-kal emelkedett a havi látogatók száma is, derült ki az oldal jelentéséből. Az álláshirdetések száma 9%-kal emelkedett, 31%-kal több cég adott fel hirdetést. A legtöbb munkavállalót értékesítési, kereskedelmi pozíciókban keresnek, képzettség tekintetében pedig a leggyakoribb elvárás az 1-3 év közötti szakmai tapasztalat, illetve a főiskolai végzettség. A BKK szakemberei szerint jól halad a Szél Kálmán tér átépítése. A tér közepén már a kiszolgáló épületeket alapozzák, nem sokára pedig a Várfok utcai üzletek építése is megkezdődhet. Az egykori Moszkva tér több mint 5 milliárd forintból újul meg. 2016 tavaszáig azonban maradnak a forgalmi fennakadások. Ez a hatalmas töltés több hete áll a Szél Kálmán téren, sokan találgatják, hogy miért építették, a legtöbben azonban ezt mégsem tudják. Tudja, hogy mi lesz? Nem. Nem tudom, mert nem ismerem a terveket. A villamos alagutat is elzáró töltést ideiglenesen hozták létre. A Szél Kálmán tér Várfok utca felé eső részén ugyanis kereskedelmi egységeket, mozgólépcsőt és liftet építenek. A munkákhoz viszont cölöpöket kell elhelyezni a rézsű oldalában, ezért volt szükség a töltésre. Annak érdekében, hogy a cölöpöző gépet ne a Várfok utcán, illetve a Vérmező úton kelljen elhelyezni, ezzel további forgalomkorlátozásokat bevezetni, ezért a tér felüli oldalon erről a bizonyos ideiglenes töltésről fogja a cölöpöző gép a cölöpöket lerakni. Egy másik ok az volt, amiért ezt a megoldást választottuk, hogy a Várfok utca járdájában egy elég nagy közművezeték húzódik, egy telekom kábel, aminek a kiváltása az több 100 millió forintos költség lett volna, ezt szerettük volna elkerülni és megspórolni. A Szél Kálmán tér átépítése szinte rohamléptekben halad. A metró kijárat épületét mostanra teljesen lecsupaszították. A kétszintes épületből csak a vászszerkezet marad meg, így abból egy tágas csarnokot alakítanak ki. A tér közepén most még egy óriási gödör tátong, itt egy V-alakú kiszolgáló épületet hoznak létre, aminek a legalsó szintjét már el is kezdték építeni. A beruházásnak köszönhetően az egykori Moszkva tér teljesen átalakul. A tér valamennyi irányból teljesen átjárható lesz, eltűnnek ezek a szegélyek, amik most a gyalogást nehezítik, a Várfok utca mozgó lépcső és lifttel összekerül kötve a tér alsó szintjével, jelentősen nőni fog az zöld felület aránya a téren belül, több mint 100 fát fogunk telepíteni a térre, illetve a tér közvetlen környezetébe. A burkolat teljesen megújul a téren, eltűnik az a hurokvágány, ami már most is eltűnt, hiszen el lett bontva, és nem is kerül visszaépítése, tehát sokkal nagyobb térfelület fog a gyalogosok számára rendelkezés állni, új perontetők létesülnek a villamos megállókban. Az építkezés 2016 tavaszára fejeződik be, addig azonban maradnak a kordonok és a forgalmi változások. Egy évig az ember kibírja, hogy utána egy jobb forgalmi, komfortosabb csomópont legyen. Persze nem mindenki ilyen türelmes. Már nagyon elegem van. A BKK szakembere azt mondja, a Szél Kálmán tér átépítése ütemterv szerint halad. A forgalmi fennakadásokat pedig az okozza, hogy a Szél Kálmán tér fejlesztésével egy időben építik a budai fonódó villamos hálózatot, és javítják a nagykörúti villamos pálya egy jelentős szakaszát. Május végét követően a Nagykörúton nagyjából helyreáll a korábbi forgalmi rend, tehát a villamosok ismét közlekedni fognak, és az autósoknak vissza tudjuk adni a forgalmi sávokat, tehát kétszer-két sávon lesz járható a körút nagyjából teljes hosszban. A Szél Kálmán téren viszont lesz még egy nagyobb korlátozás, ami a nyártól, őszelejétől fog beindulni. Ez amikor a Margit körút tér első szakaszát fogjuk, ott a trombitás kert előtti részt a buszpályadalat átépíteni, ott mindenképpen további korlátozásokra kell számítani. A beruházáshoz szükséges több mint 5 milliárd forintot hazai és uniós forrásból biztosítják. 4 cipő bukott meg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatán. A szakemberek összesen 25 pár cipőt ellenőriztek a laboratóriumban. A 4 pár kifogásolt lábbeli bélésében magasabb volt a kromtartalom a megengedetnél. Ez egy erősen mérgező, rákkeltő anyag, ami allergiás kiütést okoz, már nagyon alacsony koncentrációban is képes bőrgyulladást, dermatitiszt kiváltani. A cipő forgalmazását a hatóság megtiltotta. Párkereső projektet indít a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom. A már működő Teaház program mellett mostantól egy fókuszcsoport és egy pszichodráma csoport is segít a fiatal felnőtteknek megtalálni a partnerüket és vele családot alapítani. A projekt szervezői szerint a sikeres párkapcsolat alapja a megfelelő önismeret.
A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom sajtótájékoztatón mutatta be önmegismerésen alapuló párkereső programjait. Pszichodráma és fókuszcsoport keretein belül találhatják meg párjukat azok, akik úgy érzik, szívesen alapítanának családot, de valamilyen oknál fogva eddig nem találták meg ideális partnerüket. A jelenben vagyunk, és a testi megéléseinkkel foglalkozunk. Ez nagyon fontos a párválasztásban is, hogy nem a gondolatvilágunkban élünk csak, hiszen a párválasztásban a helyes választást vagy a jó választást segítheti az, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy a másik milyen hatást kelt bennünk, ki az, aki vonzó számunkra, esetleg ha elakadásunk van, akkor van ezzel a módszerrel lehetőség van arra, hogy rátekintsünk, hogy mikor és hogyan érintett minket egy korábbi élmény, és esetleg arra is van, hogy ezt az élményt feloldjuk. Elhangzott, mind a fókuszcsoport, mind a pszichodráma csoport alapja az önismeret, ami a szervezők szerint fontos része a sikeres párkapcsolatoknak. Emellett az érdeklődők különböző szituációs gyakorlatokban is részt vehetnek. A két új program mellett folytatódik a TAH-s sorozat is, ahol párkapcsolatokat érintő témákról tartanak kötetlen beszélgetéseket. A projekt munkatársa Ötvös Ágnes elmondta, két éve folyamatosan teltházzal zajlanak a rendezvények. Ha körbenézünk, van számtalan szórakozási lehetőség, mégis az a felület, ahol úgymond ezek az ismerkedések megtapadhatnak, azaz egy bizalmi légkör, őszintébb légkör, mélyebb beszélgetések születnek, azok hiányoznak. Ez például klubok, vagy közösségi fórumok, és ezt gyakorlatilag úgy éreztük, hogy ez egy nagyon jó fészek tud lenni, egy közeg arra, hogy kicsit non-direktíven azért, mert ugye csoportban vagyunk, nem egy az egyben, tudjuk megismerni, hallani a másik szemét, és könnyíthetjük az ismerkedés, a kezdeményezés lépését, folyamatát. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője Székely András elmondta, a sikeres pártalálást megalapozó tréningeket azért tartják fontosnak, mert így tudják segíteni a párok egymásra találását, akik később családot alapíthatnak. A mozgalomnak ugye az a célja, hogy megszülessenek a kívánt tervezett gyerekek. Ez az, amit Kopp Mária annak idején felismert, hogy nagyon nagy nálunk a különbség. Minden kutatás azt mutatja, hogy a magyar fiatalok jóval több gyereket szeretnének, mint amennyi ténylegesen megszületik. És a mozgalomnak az a célja, hogy segítsük ezt a döntést, hogy mikor vállalják azt a gyereket, amit ténylegesen szeretnének a fiatalok. Tehát mi nem olyan gyerekeket akarunk rábeszélni valakire, akit nem szeretne, hanem hogy azt, hogy az, akit szeretne, azt tényleg tudja vállalni, tudja megszülni, és hát ez a megfelelő feltételeket megteremteni, amennyire ez a mozgalomnak a lehetőségei közé tartozik. A mozgalom projektjeinek révén a társkereső programok mellett többek között előadásokat tartanak a párkapcsolatok és a családalapítás segítésére. A munka és a családi élet összeegyeztethetősége is céljai között szerepel. Ennek érdekében egy honlapon gyűjtik össze a családbarát munkahelyeket. A nők ártalmasabbnak tartják a félelemkeltő és a szexualitás nyíltan bemutató képsorokat a gyermekekre, mint a férfiak, derült ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által végzett felmérés eredményeiből. Az NMHH a kiskorúak médiafogyasztási szokásaival kapcsolatos online kérdőíves felmérését 2014. decemberre és 2015. februárja között végezte el 1105 felnőtt megkérdezésével. A felmérés szerint a válaszadók kétharmada a megelőző hónapban találkozott olyan tartalommal a képernyőn, amelyet a kiskorúakra nézve károsnak ítélt. A közleményben rámutattak arra, a szolgáltatók és a hatóság honlapján is ingyenesen letölthető szűrő szoftverek állnak rendelkezésre a védelem biztosítására. Híradónkat az interneten is megnézhetik a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!